Na, meg volt a nagy attrakció. Gyors reggeli. Következik, aztán a steaket fogom mutatni. További előkészítését. Gyerekek, nemrég ébredtem. Évi ment ki porszívózni a kocsit, kocsiját. Jó, annyit csinálunk, hogy ugye a 4 tojás és parmezsánt szórok bele. Egyszerű. Nem kell bele semmi más. Legfeljebb, ha nagyon sűrű, akkor talán egy pici kis tej. Ha nagyon sűrű lesz, de nem lesz sűrű. Nézem. Jó, habverő. Jó, egy kevés olaj. Jó, lecsúrgatjuk. Oké. És megsütjük. Pillanatok alatt vagyunk kész, ugye ezt tudjuk. Nagyon egyszerű, ugyanakkor egy nagyszerű dolog ez. Következő, ugye bontunk sajtot. Na most ugye itt néha látni árakat. Képzeljétek el, hogy most kaptam egy beírást, hogy hát ez miért mutatom az árakat, mert miért gondolom én azt, hogy Magyarországon csak homeless-ek nézik a videóimat. Ez azért merem elmondani, hogy ez egy nyilvános beírás volt, és hogy Magyarországon is nagyon sok ember nagyon jól él, és hogy ezt én vegyem tudomásul, hogy van egy olyan application a telefonon, hogy Los Angelesben ugye tele vannak az utcák homeless-ekkel, és hogy van egy, az a neve, hogy Snapcrap a telefonon, egy applikáció, ami mutatja azt, hogy hova szarnak a homeless-ek. Gyerekek, ilyen sikeres az én csatornám, mit szólok hozzá? Évi csak szörnyűködik. Meg hogy ő nem tudja, hogy én honnan jöttem, meg ez, meg az. Gyerekek, hát ott a sok videó. Meg hogy úgy jön ki, mintha én dicsekednék, hogy jólét van. Dicsekedtem én valahol? A jólétre? Az a dicsekvés, amikor valaki, volt már dicsekedtem, de nem azzal, amivel nagyon sok magyar csinálja, hogy milyen drágán vásárolnak. Ugye? Én azzal dicsekszem, hogy én milyen olcsón vásárolok,
és olcsó helyekről. És ennek ellenére úgy tűnik, ugye, miáltal én a valóságot bemutatom, és ez a fajta bemutatás dicsekvésnek tűnik, mert hogy én ezzel azt mutatom be, hogy én ilyen jól élek, hát akkor én nagyon örülök. Jó? Szóval erről ennyit. Nem ez a szándékom természetesen. De ha ez jön le, hogy én dicsekszek, hogy én milyen jól élek, akkor örülök neki. Hát akkor tudom, hogy miért jöttünk ki, nem? Ennyit erről. Hogy nekik van bejáró nőjük. Nekünk is van. Igaz, Évi? Jaj, ha minden nap bejársz haza. Bejárok ide, ha? Minden nap. Most is nem, nem jársz be haza? Hát te vagy a bejárónünk. Ja. Jó. Nem is tudom már mit írtam még be, hogy ja igen, hogy a rendes amerikai az nem szarik a járdára. Igaz? Te láttál egy járdára szarva? Bárhol? Nem. Ha? Bárhol? Nem. Az utcán, Sarasotában vagy Bradentonban? Nem. Kutyaszart? Láttál? Bárhol? Ha? Ja, amikor a szomszéd kutyája idejön a mi füvünkre. Ó, ja. Oda szart a füvünkre. Aranyos de egyébként, kis pulikutya fogja, úgy, átsétál. Na most nem erről van szó, hogy ide jött a kutya is. Amúgy nem. Mert mindenki ha mész benne a városban. Nem, mert mindenki úgy sétáltatja a kutyáját. Gyerekek, még itt figyelege, hogy még kutyaszar sincsen. Azt nem mondom, hogy néha nem látsz egy-két szemetet kidobva, mert sajnos kidobják a kocsikból, de nem jellemző. Föl kell szedni. Valamilyen szinten azért itt, gyerekek, rend van, és biztonság. És nincsenek homeless-ek, szóval nem látsz, néha-néha egy ilyen lezűlött, ilyen drogos, ez az amaz, megjelenik így a útkereszteződéseknél, de egyébként itt rend van. Szóval azt így válaszoltam is, nyilvánosan. Ja. Aztán, hogy ő neki van bejárónője, kedves hölgynek, hát örüljön neki, hogy nem neki kell csinálnia. Alright. Okay. Most akármilyen furcsa, de ezt le lehetne most önteni ízével. Vagy almaszószal, vagy gyuharfaszirupppal, vagy csak így hagyod. Ott van. Jó, mindjárt megcsinom a másikat, és akkor reggelizünk, jó? És akkor mutatom az izét a steaket, hogy hogyan fogom előkészíteni. Nagyon egyszerű reggel, igaz, gyerekek? Nagyon egyszerű. Jó, és akkor ez meg a Sofia lesz. Jó. Alright. Vagyok.
testileg, lelkileg, idegileg, mindenhogyan. Egészséget. Évi, gyúszt iszik mellé, én tejet. Nagyon jó. Szóval, kutya sajtot ehet, de nem sokat. Az a rovat. Szépen rág meg. Nagyon szépen. Ugyanúgy el lesz rontva, mint a Sniffy. Igaz? Ennyi, és nem több. Nagyon finom volt. Nagyon finom volt. Nem sokára kapod ebédet. Na gyerekek, tegnap ugye mutattam ezt a ananászos megoldást. Ugye itt van. Semmi szaga, vagy illata, vagy valami. De most ez, gyere, ide nézz. Ez annyira megpuhítja a húst, hogy szinte most már vigyáznom kell. Na most ezzel mit csinálunk? Természetesen ezt nem hagyjuk rajta, hanem ide jövünk, hideg víz. Szépen lassan folyatjuk rá. És lemossuk róla. Kert a kulcsa. Oda néz. Nézd ide a rostokat. Nézd csak. Szétszedte a rostokat. Látod? Ó, de gyönyörű. Oké. Tehát egyre ugye lemossuk. Szóval még egyszer, tessék. Nézd oda, hogy szinte szét esik a hús. Érdekes, ugye? Érdekes megoldás, gyerekek. Na most akármilyen furcsa, nem lesz ananász íze, amikor majd meg van sülve. Nézd meg még a silver skin, ez a dolog, még ez is. Szinte oda néz. Ez annyira puha lett, hogy szinte vigyáznom kell. Na majd a grill az összekapja, nem kell megijedni természetesen. Jó, és akkor van még egy. Ez volt legalul. Oh. Ez több mint fél kiló egy ilyen. Most már. Nagyon jó, ugye? Ki fogjátok próbálni? Mit gondoltok? Ha? Ki fogjátok ezt a módszert? Jó, és kész. Na most kicsit lecsöpögtettük, amennyire lehetett. Most már óvatosan kezeljük, mint a szűzlányt, mert aztán ez szétmegy. Ugye megnyomom, arra néz, milyen lágy. Tehát végülis megtörtént a tenderizálás, vagyis a puhítás, lágyítás, ugye a rostoknak a lágyítása, kéne megtörtént. 24 órás kezelést kapott a Jóska gyerek. És most jön egy fűszerezés, mégpedig mit használunk? A Montreal Steak Seasoning, tehát a Montreal Steak fűszerkeveréket. Ez nagyon híres, valószínű, hogy világszerte ezt lehet kapni, és nagyon vékonyan. Ebben minden benne van, ami ők úgy gondolják, hogy benne kell legyen, tehát a sótól kezdve a bors, stb. Ez egy nagyon jó ízű egyébként, igaz, Évi? Ja. Ez a, mondhatjuk, hogy egyik legjobb. Még van az a zöld címkés, az melyik az? Én szeretem. Ha?
a klasszik, nem tudom már melyik volt az. Ugyanilyen, csak ilyen zöld címke, de azt hiszem az is montreálos. Jó, ilyen egyszerű a dolgunk. Igen, megtörtént a dolog, első oldal. Megfordítjuk. Szépen, szépen. Ez az, gyerekek. Oké. Van itt nekem ez a piri-piri is, de úgy döntöttem, hogy nem teszek rá, hanem megtartom csirkére. Ja, várjál. Leítatás. Leítatjuk egy kicsit. Egy kicsit a nyálkás a felület, majd ezt ne lepődjetek meg, ha ezt csináljátok. Egyébként ez az ananászozás, ez elég egy 4-5 órát is. Tehát a 24 órát, de a fűszerezés is. Így állítólag minél tovább tartod, na jó, nem egy hétig, de van olyan, hogy aki 4-5 napig is pácolja a húsokat. És így elhiszitek, hogy tényleg nem kell csak 3-4 perc. És én már nem látok vér. Én rózsaszín dolgokat látok, de vért nem. Nem nagyon. Tehát amikor rosszul van megsütve egy steak, és különösen ugye Magyarországon, ahol túl nagy hagyományai nincsenek a steak sütésnek, jó, hát utóbbi 20-30 évben most már elindult ez a folyamat, tudom. Meg láttam is, meg öcsémék is, stb. Megveszik a nagyon jó, prima sütőket. Jó, ennyi volt a fűszerezés. Most annyit fogunk csinálni, hogy lefóliázzuk. És most van 11, délután 3 óra, 4 óra, 3 óra, fél 4, 4, nem tudom még mikor. Megkezdjük a sütést csarkolon, nem gázgrillen, hanem szenes grillen. Oké? Addig kérem türelmeteket, ezt most lefóliázzuk. Oké, újra teljes erővel süt a nap. Ma volt 2, de jó erőszáporok voltak. Nem is hallottam az egyiket, ugyanis aludtam. Na, gyerekek, készülődök. Itt van a szén, ami nem szén, hanem csarkol. Beindítsuk. A gyerekek, kiebb kellett hozzam. Valamelyik nap a Zello beszélgettünk tűzrakásról. Hát, szóval így lehet tüzet rakni ebbe a, így, ahogy itt van. Na hát, így ég, és meg kell várni, még ilyen olyan lesz, mint a hó, de ez kifehéredik. Kicsit kiebb kellett húzni, nehogy megolvassza a csatornát. Nem kap el az eső. Na, hát itt ha esik, sincs baj. Szóval így ebben, ezen a módon lehet tüzet rakni. Így, ebben a formában. Ugye beszélgettem a Zelon. Aha, látom, mindjárt. Közben a kutya megint szórakozik. De ez nem jó, mert annak marha éles a széle, és olyan, olyan mint a borotva, marha éles. Én nem bírom meg. El tudja vágni a nyelvét, vagy a száját. Ilyen tüskés, de viszont olyan, mint a razor blade. Na hát a bográcsról, meg egyebekről volt szó. Ha nekem ott, ahol van az a cserép, ugye ott van maga a bogrács, főző van, hozzá állványom, minden. És plusz ugye a kemence, ugye ez a kettő az egy arányba, ugye meg van építve, működik. Csak hát itt a probléma ugye a pernye, meg egyéb. Szóval kockázatos dolog itt nyílt tüzet rakni. Hát a kemencébe majd azért meg lehet csinálni. Előbb vagy utóbb. De ígértem, úgyhogy majd lesz.
És hát olyan formában is lehet, mondjuk fába. Itt a fa tüzelés a lényeg, mert szóval nem tudok bográcsa, de hogy nem itt van az a három lábú, ott a palac hozzá. Ráteszem, sőt van olyan bográcsom, amit rá lehet tenni, nem gömbölyű az alja, hanem ilyen lapított, nyugodtan tudok bográcsa. De hát az gázgrillen, ugye? Vagy akár itt is, ugye oldalt, oda is tudok felrakni fazekat, vagy valami. Szóval tudok én bográcsozni, ha akarok. Ez most, ez a kis szenes, ez kimondottan a íze miatt csinálom, nem a gázgrillen fogom elkészíteni ezt a steaket, hanem ez kimondottan a íz és aroma. Ennek van egy extra flavorje, egy extra ízt ad. Úgyhogy ezért is csinálom így most. Ennek nagyon jónak kell lenni, gyerekek. Na, úgyhogy ottól van az a nagy cserép. Ugye ott van egy ilyen gödör, az ki van betonozva, ott lehet tüzet rakni. Van ilyen állványom, arra rá lehet tenni a bográcsot. Van egy videóm, ahol csinálom. De a pernyével van a probléma. A pernye felszáll, gyerekek, itt minden ég, és Floridában tűzgyújtási tilalom van. Hát meg van tiltva magyarul, hogy tüzet gyújtsák. Ez a probléma. Szóval nem úgy van, Magyarország, hogy fogom aztán, rakok egy tüzet valahol a erdő szélén. Na, próbáld meg. Itt kihívhatják a rendőrt nyugodtan. Ki is hívják, hogyha olyanok. Na, ennyit erről. Aztán elmagyaráztam, vagy túlmagyaráztam. Szóval, kezd fehér. Mi volt ez? Mind a villám. Na. Veszedelem. Megérkezett Koko, aki csapja a köröket. De hogy jött? Úgy jött ki, gyerekek, mint akit puskából öltek ki. Marha sok energiája van. De már annyiszor le van véve. Ez a videó rajta lesz, hogy 5-6-szor is. Ott van a fiam is. Hello! Figyelj! Megvan a parázs, 10 percen belül kaja van. Jó? A steak az hamar megvan. Hát lehet, hogy újabb eső közeledik. Tudod? De annyi időnk lesz itt, annyit vérez, de meg tudjuk sütni. Kérem, tűz, áú, tűz az kiváló. Ide van készítve a fokhagymás vaj, aminek jelentősége lesz. Annak a húsok. És akkor most nem hoztam ki se kötényt, semmit. Várja. És akkor egyszerűen ugye rátesszük az elsőt. És a másodikat. Ilyen egyszerű. És hozzá sem nyúlunk. Letakarsz. 3 percig itt sütjük. Most lehet a számláló. Mennyi kell neki? 3 perc először. De... pontosan. Ja, így innen lehet számítani a 3 percet. Nem nyúlunk hozzá. Tehát 3 perc múlva meg fogjuk fordítani. Gyerekek, ez a charcoalnak van egy jellegzetes illata ennek a füstnek. Ez nem ugyanaz, mint amikor itt csinálod. Szóval ég és föld. Ez az igazi, ugye, amikor vagy fa parázs, vagy fa szén. Évit figyeli a időt. Jó, hát figyeljük, tényleg. De próbáljuk meg úgy csinálni, ahogy előírás. Hát nem is a előírás, a tapasztalat meg, hát ugye, ahogy én ezt néztem. 3 percet mond egy. Tessék? 3 percet mond egy oldalra. Igen. Mindegy, hogy fog kinézni. De akkor is 3 perc, nem több. Az,
azt nem írja, hogy mert tudod, amikor kaptuk azt a Obama sztékest, Omaha sztékest, ja, akkor ott úgy írja, hogy különböző időpontok vannak, a különböző... Hát a, igen. Arra egy perceken múlik. Attól függ, mekkora a sték. Ez a súlyra. Medium, vagy meg, a well done, vagy valami. Meg hogy milyen vastag. Na, mindegy, meg a vastagság, ez a normál, ugye ez a egy... Még van egy ez perc. Most mennyi volt? Ez a egy incses, ugye? Na mennyi? Még van egy perc. Egy perc még. Nem vesszük le, ugyanis ez a füst kell nekem. Sőt, inkább... Jaj, de hülye vagyok. Hozzáértem. Még inkább azt csinálom, hogy hagyom, hogy a füst benn maradjon. Mehet? Ja. Letelt a 3 perc, kérem. Nézzük. Oké. Okay. Ezt húz meg nekem ki, ezt a szart. Vagy nyom be, úgy van. Na, szóval azt mondjuk, hogy mindegy, hogy néz ki. Megfordítjuk. Hát a 3 perc, én úgy látom, itt nem lesz elég. Jó. Oké. Akkor letakartam, és akkor indítsuk újra a 3 percet. Ja. Befelhősödött, piszkos. Mindegy. Ha elkapjuk az eső minket, innen is jön. Akkor annyit tudunk csinálni, hogy elkapom a sütőt, kihozom a kesztyűt, és egyszerűen azt a kis asztalt oda visszük oda-arra részre. Évi kicsit hátrébb megy még, vagy nem is kell, itt a kuka mögött a kerítés túloldalán, hogy ott tudom csinálni tovább. Úgyhogy nem hagyjuk abba. Na, már érzek sült illatot. Na, igen, most már érzem a hús illatát is. Na, nem hiszem, hogy elég lesz a 3 perc, majd kiderül. Ha 5 perc, akkor 5 perc, így van, mindegy. Én átsütöm azért. Hát miért beszélünk annyit, miért időkről, ugye? Idő, hőfok, mert ettől függ, hogy milyen lesz a húsod. Mi van? Érzel? Most már érezni a húst. Én már érzem. Arra, ott nem érzel semmit, ugye? Ja. Jó illat. Hú, de jó illat van, gyerekek. Főleg majd a fokhagymás vajjal átkenem. Mert ezt még majd kell forgassam. Ahogy megkenem, utána megfordítani. 1 perc, megfordítani, megint 1 perc. Majd mutatom. A gyerekek, beköltöztünk. Muszáj volt. Na most annyi van. Ez a fokhagymás vajjal átkenem. Oké. Fordítunk. Orangz. Micsoda illat. Orangz. Esik széjjel a húsa. Orangz. Wow. Kicsit erősebb lehetne a tűz, ugye? Na, szerintem jó. De ez így jó. Át van puhulva egyébként a hús, tökéletesen, átvajazom. Most már így letakarás nélkül, azt hiszem, igen, letakarás nélkül fogom. Kell még a timer? Legalább egy, már nem, hát itt már 3 perc rég letelt, úgyhogy ebből 5 perces sütés lesz, és az lesz a tökéletes. Yes, igen. Nagyon jó. És az illata is. Az illat, hát az rendkívül jó.
Kérem, kész vagyunk. Ide néz. Nézd oda, hogy hogy elvált itt minden. Ide néz. Szilveszkin kicsit megpirult, amíg a szalonna. Nézd oda, egy jön le róla minden. Gyúzi. Figyeld. Wow! Ennél tovább már nem sütjük. Ide néz. Oda néz. Esik szélje. Jó, kicsit felbusztoljuk a tüzet, és jön a következő sütés. A második menet. Yes! Annyira sötét a pofája, hogy nem ki se venni szerintem most. Főleg így, hogy a hátul világosabb. Nyem. Jaj! Ad egy puszit. Ki az a? Ki az a? Megjöttem én is. Na így már jobb a kép. Megjöttem. Itt vagyok. Tényleg a szép virágomat. Melyiket? Ja, ezt mondod itt. Igen. Évi hozott. Mi a neve annak? Moms. Milyen? Moms. Pams. Moms. 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 Amit mind a krizantin volt otthon, csak ez mind. Melyik is. Mindjárt eszünk. Na. Egy harapás majd te is kapsz. Jó? No. Miért? No, füstölt, no. Nem szabad? Semmi, no. Egyem meg a kis pofáját. Aztán. Smoke. Megiszél egy gyomra. Jó, mert panaszkodni fognak a nézők, hogy túl sokat van rajta a kutya. Nem baj. Nem fognak. Tőle sláger. És azt mondták, hogy csinálják egy olyan videót, ahol őről van szó. Mindjárt fordítok. Alright. Mindjárt kész. Na, most már bejöttünk. Ananász. I'm making two courses for myself. Saláta öntetek. Egy kis sör. Kukorica. Jó, hát a sztégek készen van. Hát gyerekek, a 3 perc az csak mese. Ez volt 10 perc is. Tehát összességében majdnem, hogy fél óra is volt ez, amíg ilyen lett. De hát most ami a lényeg, amire én törekedtem, és hát ugye ez egy új dolog, nekem a textúra az lett volna. Tehát a textúra az, hogy a puhasága a juicy, tehát mennyire leveses, és tehát nincs kiszáradva, nem véres a hús, ugyanakkor ugye nem forgja, nem fűrészpor. Tökéletesen omlik szét a szájban, tehát... Krémszerű. Teljesen más, így az ananász, ahogy átdolgozta, teljesen más, ahogy rágod a húst, mint az előzőeknél megszokott. Szinte szétrobbant, szétesett az egész. Elég nehéz volt, így egybe tartsam. Úgyhogy a csonttal együtt. Na, Anika, vegyél bármelyiket, és akkor mondd el a véleményedet, jó? Kíváncsi vagyok. Bármelyiket. Nyugodt. Ez a rész, ez ki van esve. Az a legpuhább rész onnan. Az itt van oldalt. Nem teszünk rá semmilyen barbecue öntetet. Na, mit szólsz hozzá? Finom? Tényleg jó? Ízre is, ugye? Meg a textúrája is. Nem lett túl száraz? Nem? Na gyere, Évi, te is kóstold meg, mondd el a véleményed. Mert ha jó, minden, nekem ez így ízlik, akkor... Nagyon fél. És főleg ez a csarkol érződik. A csarkol füstje. Tehát benne van. Jaj, de finom. Nagyon tökéletes. Smoky.
Hát kicsit olyan füstös, pörkös. Abszolút nem nyers. Tehát itt nem áll fenn az, amiről beszélnek sokan, hogy mikor elvágod a húst, és vérzik. Itt nincs vér. Abszolút. Ugye szokták mondani, hogy sokan még ráöntik ezt a véres dolgot, hát ezzel kéred a szószt rá még egy húsra? Nem kell. Neked egy kicsit? Nem kell. Ananász? Kér valaki ananász? No, I don't. Then go and get it from there, you know where it is. A gyerekek, ez a lényeg. Sikerült minden. Saláta, hol van, mi autó. És... remélem tetszett a videó. Ezennel el is köszönünk. Fodor család voltunk Floridából vasárnap délután. Sziasztok! Jó egészséget! Bye-bye! Sophie befejezte.